A tavalyi nagysikerű iszaloni beszámoló után itt vagyunk újra az Európa Designban. A Szicsisz standjáról fogok beszélni, ami idén megint nagyon izgalmas volt a tavalyiak bűvöletében. Azt kell mondjam, hogy Szicsisz megint meglépte azt, hogy megváltoztatta a koncepciót, megváltoztatta az irányokat, új utat jelölt ki saját magának, és ezzel új lehetőségeket teremtett a tervezőknek, és hát a megrendelőknek is. Az alapbenyomásaimat mondtam el egy elég individuális előadásban. Jellemzően az idei vásár az 50-es éveknek a hangulatával rukkolt elő, tehát mind formavilágában, mind kiegészítő tárgyaiban, szinte minden szempontból, sőt a színvilágában is, de még a textilekben is ugyanezt a hangulatot hozta. Mert ha megnézi az ember az interneten, hogy ez miről szól, akkor tulajdonképpen megjelentek ezek a formák, csővázas bútorok, a réz maradt, mint eddig étrendalkotó vagy színalkotó elem, és eddig jellemző monokrom színek, azok fölélénkültek, és újra színes világot fogunk alkotni. Nemrég fejeztük be a harmadik iszaloni beszámoló workshopunkat. Idén én a közületi bútorokról három dolgot emeltem ki. Minden gyártónak már van kültéri megoldása. Az akusztika az egyértelműen vezeti a fő témákat, és a kollaborációs terek berendezésére rendkívül sok érdekes, fantáziadús megoldást láttunk, amelyet akár irodákban, egyetemeken, iskolákban is lehet használni.